Sziasztok, ez itt a Sportaholic, és velünk van Bereg Gábor, a Magyar Szikla. Ezután is köszönöm, hogy eljöttél és megtiszteltél minket a jelenléteddel. Mit gondolsz egyébként, arról beszélhetnénk szerintem, mint első téma, hogy te, mint profi, 212-es, mint testépítő, divíziók között szerinted kell vagy legyen edzésbeli különbség? Tehát mondjuk én, mint egy fizikes, nekem másképpen kéne edzeni, vagy éppenséggel, mint te, mint testépítő, te másképpen edzel, mint szerinted mondjuk egy fitnesses? Szerintem mind a kettőnek, mondhatom, hogy mind a kettőnek ugyanúgy kell edzeni, keményen kell edzenünk. Abszolút. Tehát itt nem lehet elborockodni azt, hogy te a más kategóriából, meg én más kategóriából jöttem, szerintem ez a legfontosabb. Az biztos, hogy fontos, hogy milyen gyakorlatokat teszel előre, hogy mi a legfontosabb neked. Az arányok megtartása, illetve javítása miatt is. És ugye azért mondhatjuk, hogy manfiziknek azért a felső test az nagyon fontos. Igazán ezt mindig meg akartam kérdezni, hogy például amikor manfizikes fönt van a színpadon, akkor ott a vádli részt is nézik? Tehát nézik, hogy egységesen hogy néztek ki, vagy ez olyan már mindegy, nem fontos? Ez egy jó kérdés, alapvetően szerintem nem igazán nézik. Aha. Viszont pont most egyébként egy másfél hónapja elkezdtem nagyon vádlizni, nagyon magas ismétlés számokkal, pont azért, hogy majd a hátpoznál legyen jobban egy olyan domináns vádli alapvetően. Tehát az szerintem néz ki jól. Jól néz ki, meg az egy olyan különbséget tud adni. Tehát, hogy most rád néznek mondjuk egy olimpián a top 10, az annyira nem lesz nagy különbség, de hogyha valakinek kidolgozottabb a vádli, lehet ez a pici fog éppen számítani. Igen. Szóval egy bizonyos szintig szerintem nem, amikor nagyobb különbségek vannak, de amikor már kisebbek keletkeznek, akkor már számíthat. Igen, szerintem pont, igen. Múlott, igen. De akkor végül is. Összességében, hogyha úgy nézem, szerintem ugye, ha nincs láb, akkor a hát edzések során is sokkal kisebb súlyokkal tud dolgozni. Persze. Tehát, hogy alapvetően fel kell építeni egy lábat is, ugye ebből kifelek, hogyha hátból adódóan, ugye főleg hajlító, igen, egyszerűen szükség van ahhoz, hogy tudjál dominánsan edzeni a hátra. Igen. De valamilyen összefüggés van. Aha. De csak kíváncsiságból már mondom, ezre mindig. Hát egy bizonyos szint fölött igen, kell a láb. Igen, azt is kell. Hát nálatok meg... Nekünk meg kötelező. Nyilván nálatok meg van egy ilyen buborék konkrétan ott a lábnál. De mondom, visszatérve a edzésre, igazán ugyanúgy keményen kell mind a kettőnek edzeni, illetve minden kategóriának keményen kéne edzenie. Igen. Sokan elhiszik azt, hogy elég a kevesebb, meg pumpálgatunk, meg stb., de attól azért egy idő után látszik majd az eredményen is, hogy nem tudnak tovább haladni. Igen, testépítőnek is úgy kell edzeni, hogy ami le van maradva a testrésze, azt kell felhozni. A manfizikesnek is ugyanazt kell megtennie, tehát én azt mondom, hogy igazán nincs így különbsége, hogy most te hogy edzel. Tehát én simán le tudok veled edzeni, lehet, hogy kisebb súllyal edzel, mint én, de ebben nincs semmi baj, mert te máshogy edzel, máshogy koncentrálsz, ez neked így van megszokva, nekem meg így van megszokva, és az tök jó. Tehát nem éreztem azt rajtad például az edzés közben, hogy most manfizikus edzek, hogy most nekem ez gáz, vagy nem gáz. Oda kell tenni a munkát, nagyon, és bele kell tenni, ahogy te is mondod, meg rajtad is látszik, hogy minden edzésen oda teszed magadat, és egyszerűen ez kell hozzá. Persze. És ez, én úgy gondolom, hogy ez be fog érni. Ez mindig, tehát a munka az mindig megtérül. Én úgy vagyok a versenyzésről visszatérve erre, hogy küzdök, meg csinálom, de maga az, hogy nem sikerül egy verseny, mondjuk úgy, ahogy elterveztem, abban a pillanatban azért nem érzem jól magam, mert nem mondom, hogy boldog vagyok, de utána másnap, amikor felébredek, és azt érzem, hogy nekem menni kell tovább. Tehát nekem nincsen törés bennem, hogy akkor én most befejeztem, meg most mindenki rohadjon meg, aki ott volt. Nem. Akkor azt mondom, hogy jó, megnézem még egyszer, lehet a hiba, akkor meg kijavítom a hibáimat, és inkább próbál magam felépíteni, és azt mondani, hogy jó, akkor még tennem kell érte. És lehet, hogy ez a jó ebben, mert lehet, hogyha most mindent megnyertem volna elsőre, és így adták volna a érmeket, meg a fontos dolgokat, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy már rég abba hagytam volna, mert azt mondom, hogy elértem mindent, nincs motivációm, kész. Így meg mindig úgymond fönn van tartva a motivációm, hogy nem sikerül, vagy éppen hogy sikerül, vagy éppen olyan helyezést kaptam el, ami,
ami még lehetne csiszolni, mint egy második helyzetet, hogy legyek első, igen, akkor visz előre. Mert igazán mindig is így van, hogyha nyersz, akkor abból igazán nem nagyon tudsz tanulni. Így van. Csak a úgymond a bukásból, mert abból tudsz építkezni, hogy meg tudod, mi a hibád, és mész előre folyamatosan. Jó, hogy egyébként szóba hoztad ezt, még Romániában volt velem egy ilyen érzés, hogy egészen a pre-charge után még nem igazán voltam ott fejben. Ugye volt ott egy ilyen barátnős dolog, azért bejött a dolog, és akkor tudod, így más terelte a gondolataimat. Persze. És ugye előző héten sikerült ugye magát a célt azt teljesíteni. Nem igazán éreztem magam ott fejben, és akkor úgy lement a pre-charge, éreztem, hogy kitettek az első négyből. Na, akkor utána, elkattantam, és akkor délutánra tényleg sikerült egy 40%-kal jobb formát összehozni. Ugye a képek is ugye megtévesztőek voltak sok esetben, mert ugye az délután készült többnyire, és akkor ott viszont tényleg nagyobb voltak a különbségek. Viszont ilyen szinten már úgy kell kalkulálni, hogy pre-charge-nál ugye oda kell tenni magunkat, persze, hiszen gyakran lepontozzák ezt az egészet akkor, szóval nem adhatjuk meg ezt az esélyt másnak, hogy ilyenkor már változtassunk bármin is. Ugye rá kell jönnünk arra, hogy ez egy, ahogy te is mondod, a csalódásból lehet építkezni, abból lehet fejlődni, és hát motiválódni kell, még motiváltabbnak kell lenni, hogy elérjük a céljainkat. If it's a problem, I go to the bar and I shut it down. Get out my section, don't bother with lames, I'm watching these bunnies bounce. Shorty, you're 10, the rubber band, come on for the 100 pound. All of this talk, but don't run a mouth, I'm trying to be out. All I really wanna know, when we leaving, all I really need to know, is when we leaving. Mindig próbál egy nagyobb súly edzeni, szabályosan, és inkább a hat alá nem nagyon menni sütlésbe. És hány gyakorlatot szoktál végezni például egy edzésen? Sokat. Én szeretek amúgy is edzeni, úgyhogy ez nekem könnyű ilyen része, mert én nem azt szeretem, hogy hamar végezzek, inkább minél többet szeretek bent a terembe. De ilyen 6-8 gyakorlat az mindig megvan. De van, amikor például diétálnál 10-12 is van. Azt a kurva. Egy csomóan ugye ezt a 3-4 gyakorlatot szokták erőltetni. Igen. Ennyi bőven elég. Hát elég is lehet, csak ő annyi fajta pozícióban meg lehet edzeni, mondjuk egy vállint is. Na végre valaki kimondta. Hogy akkor főleg egy vállat szerintem nagyon sok, igen, verzióban. Igen. Neked a kategóriád meg főleg legfontosabb szerintem. Hogy abból a vállat körülbelül 5 részre is tagolom edzésenként, ha úgy nézzük. Nekem ugye az oldalsónak a hátsó része az tökre hiányos volt a szezon előtt, aztán azt kellett megépíteni, aha, meg a hátsót. Ugye általában most, igen, most az én kategóriám vagy, azt mondom, bármelyik kategóriából kiindultunk, mert persze, a fizik is most már valamilyen szinten testépítés, klasszik, persze, fölött vannak súlyban csomóan. Big facts, I do what I want and do what it does. I'm moving around, I'm getting the love. It's me that you want, my schedule is plugged, but I'm here now. Van-e olyan izomcsoport, izomrészed, ami szerinted pótlásra szükséges, tehát mondjuk izomtömegben szeretnél benne javulni, hogyan szeretnél az arányaidon javítani? Ez most szerintem egy trendi téma, hogy arányokon javítani. Arányok, igen. De amúgy mindig is kell az arányokon javítani, mert úgy fogsz jó kinézni a színpadon. Igen. Tehát ha megnézzünk bármelyik profit, amúgy mindig évről évre javultak az arány, és lehet, hogy izomtömegben, még lehet, hogy súlyban is hasonló volt, de az arányok jobbak lettek. Tehát mindig ez lesz legfontosabb, főleg ezen a szinten. Igazán mindenhova kell izom, azt már én észrevettem. Azt is észrevettem, hogy van még lehetőségem hízni, tehát súlyban. Mert ugye most utoljára a legelső versenyem most a 2021-esben ott 92 voltam, 94 voltam, bocsánat, és utána szépen mentem le ugye a vízhajtások miatt is a súlyba. Tehát ott még van plusz 2 kiló, amit hozhatok, de szeretném azt, hogy 96 fölé menni, és amikor meg jön a mérlege, és akkor pont éppen befér a 96-ba, mert a legtöbb így csinálja. 2012-ben mindenki így csinálja. Nagyon ritka az, hogy kisebb súlya álljon fel színpad. Éppen befér a 96 alá, és akkor már tud mérlegelni. És utána visszatölt, és mit tudom, lesz 100 kiló akár. Igen. Rohadt kereken, meg tényleg brutálisan. És ugye nekem is az a célom, hogy minél nagyobb tömeget vigyek föl, mert ugye magasságom nem tudok növelni, tehát nem tudom nyújtani magamat, de szélességben még tudom, tehát akkor még arra meg kell célozni.
az, hogy milyen izomcsoport, ami igazán mindenre kell. Tehát én úgy vagyok vele, hogy mindenemet kell növelni, mert úgy lesz egységes. Mert lehetne persze jobban kijelölni a kar, comb része, mit tudom én, hátszélessége, bármi, ezeket lehet. De összességében kell szerintem növekedni. És még minél jobban leszorítan az, hogy az arányok ne legyenek rosszabbak, inkább javuljanak. Tehát igazán az aránykép az itt mindig a legfontosabb, a derék rész, ugye a has rész, hogy ne legyen kipuffadás, tehát ne legyen nagy béla, az ilyen színpadon, hogy szokták mondani. Ez igazán nekem sose volt be, mert tudom, még vákumozni is tudok, meg szoktam is, meg szerintem egy tök jó dolog. Ezzel is lehet játszani például, de például a vákumozás is, visszatérve erre, a vákumozást is sokan kérdezték már tőlem, hogy ezt hogy lehet csinálni, minden. Erre rá kell érezni. Tehát, még gyakorlás. Így, igen. Folyamatos gyakorlás. Gyakorlás, de rá kell érezni. Igen. Nem érzi, ezt nagyon nehéz elmagyarázni is, hogy hogy kell, de meg lehet tanulni. Én amúgy magamtól jöttem rá, tehát ez a vicc. Aha, tehát semmit nem olvastam el. Én elkezdtem behúzni hasam, és egyszer csak annyira sikerült ez az egész rész. Ebben nincs nagy mágia szerintem. Ez tényleg egy olyan dolog, hogy ezt gyakorolni kell, és minden nap kell csinálni. Még egy érdekes kérdés, te szoktál hashozni? Igen, szoktam. Nem minden testépítő szokott, sőt ugye ez szerintem alapvetően is egy trendi téma, hogy ugye minek hasozni, ez a felhúzástól majd erősödik. Hát igen. Tehát azért vagy majd itt akkor elég lesz, tudod? Van benne valami, meg hát nem mindenkinek kell szerintem, én nincs azt látom. Igen. Nem mindenki van rászorulva, de melyik? Igen, de szerintem mondjuk a testépítőknél nagyon fontos az, hogy azok a haskockák azok üssenek. Tehát ez ne az ilyen kis halovány, kis valami van ott, hanem ez brutál, most odamész Hedy Chopin-t, ha előtted van, milyen brutális hasizmai van. Oldalhasa, Jézusom, minden. Ez brutál. És ez pont azért van, mert foglalkozik vele, tehát nem azért van, mert rengeteget felhoz, persze csinálja azt is. Majdnem minden gyakorlatilag tartja bent a feszülést, hogy ne gyomrosodjon ki. Így van. És tehát én azt mondom, hogy azért a testépítőnek kellene, mert azért az mutat az a színpad. Oké, hogy ott van nekünk a hasizmunk, meg tényleg a gogolásoktól erősödik a hasfal, felhúzást erősödik a hasfal, de kell. Hányszor edzel egy héten? Egyik héten. Hát végülis mind a két héten. Hatot, azért mondom a két hetet, mert szétvon osztva. Igen. Szétvon osztva. Egyik héten, amúgy ez nem titok, hogy egyik héten úgy van, hogy végig egy izomcsoport edzek, végig. Mm-hmm. Szét van szedve az összes. A másik héten meg push-pull legs-be edzem, és úgy van duplázva. Ez egyre nagyobb divat egyébként a profik között, ez a push-pull legs. Főleg tömegnövelésre. Igen. Meg nagyon az elején, ahogy most vagyok, ugye. Igen. Mert elvileg ez nagyon jó. Hát végülis erőszintem ez nagyon gyorsan megugrott. Tehát csinálom ezt a hex rudas felhúzást. Igen. Ugye hátizomra. Mert ugye ott is van kétfajta fogás, hogy lehet. Van egy mélyebb fogás, akkor jobban hátizom dolgozik, ha föntebb fogod a rudat, akkor ott inkább a farizom. Igen. Farizom, combhajlító, hát, valahogy így van a sorrend. És ott is úgy kezdtem el, hogy ment 200 kiló, sima felhúzásba, és akár 300 simán húzom 5-ször feljön. 300 kiló. És úgy, hogy megy tovább az edzést, tehát az a második gyakorlatom, de azon napon van 8 gyakorlatom is, ilyen összeszedett, hátsó vált. És ciklikusan vált az edzés tervet? Tehát egy progresszívan próbálsz közben fejlődni. Igen. Igen. Értem. Jó, oké. Ha például azt kéne definiálni, mondjuk egy gépes oldalemelés, egy kézisújtós oldalemeléshez képest, szerinted mi a különbség? Azért is szoktam ajánlani mindenkinek, meg én is úgy csinálom, hogy van egy oldalemelésem, kézisújtós, meg van egy gépes. Pont azért már, amikor kézisúzóval csinálsz, ugye a negatív szakasznál valamilyen színen próbálsz ellenállni, meg fönt is megpróbálod minimálisan megtartani, ezért, hogy ráfeszítesz, de nem tudod sokáig. Ezek a gépek azért jók, mert meg tudod tartani fent is, és lassan tudod leengedni, és az egész mozdulat egy lassított oldalemelés lesz. Sokkal jobban beég a vállat szerintem, és tényleg csak az oldalsó, és nem lesz más, semmilyen segédizom, ami elkapná, hogy lendület, meg egyéb dolgok. És én is úgy szoktam csinálni ezt a gépet, használom, hogy mindig megpróbálom fönn megtartani tovább. Mit tudom, egy-két másodpercet tartom, és úgy engedem vissza. Főleg, ha már nagy a súly.
arra visszatérve, hogy ez nagyon jó, és az nagyon tetszik benned, hogy, hogy nem szálltál el, pedig azért, hogyha ilyen lehetőség van magyaroknak, azért rohadtul el tudnak szállni, és nem csak, nem az, hogy Mr. Olympia kvalifikál, hanem bármilyen verseny, valahelyedik helyezett teljesen minden, és már azt hiszi, hogy jövő a világ. Igen. És azért ez tényleg olyan szint már, ami már azt mondhatnánk, hogy elszállhatnál, de nekem mindig is az tetszett a testépítőkből, vagy egy versenyzőből, bármilyen hozzáállású emberkébe, hogy nem fog ezért elszállni, és nem fog megváltozni. Mert ugyanaz az ember vagy, mint amikor előtte léptél fel a színpadra, mielőtt megszerezted a kvalifikációt, ugyanaz vagy. Oké, hogy sikeresebb leszel, és sikerült elérned azt, ami sok embernek az álma, nekem is, hogy az az álma, hogy menjek. De hogyha ugyan ember tudsz maradni, és ugye az is maradtál, hál' Istennek, mert például nem látom azt, hogy te Instagramodon, Facebookodon, bármint te most szórod az igét, hogy most te most fú, te most kurva okos, hogy te már mindent tudsz, te már minden étkezést ismersz, te már minden edzést tudsz írni mindenkinek. És ez tök jó, és az, ugye az alázatról megint visszatér, hogy ez nagyon fontos, hogy alázatos tudsz maradni, és a sport iránt is, meg az emberek iránt is, hogy nem fogsz elszállni ezért, mert neked van egy lehetőséged, mert én azt mondom, egy lehetőség, kurva egy lehetőség, és reméljük, hogy tudsz is vele élni, bízom is benne, meg szurkolok is ilyen szinten, csak ez tök jó, hogy megmarad benned, hogy oké, sikerült, jön a következő lépcső, megyünk tovább, és ezt így kell csinálni. Érdekes egyébként ez a gondolat, mert pont most érzem magamat egy olyan szegmensben az életben, amikor ugye az emberek jönnek, mennek körülöttem. Uh-huh. Valaki kiesik, valaki jön, és én is pont most próbálok tapogatózni olyan tekintetben, hogy magam köré gyűjteni azokat a pozitív szemléletű embereket, akikkel azonosan tudok gondolkozni. Egy olyan, mint hogyha egy ilyen hurikán lenne megint, és akkor újra felosztás lenne. Aha. Tehát új embereket kell úgymond beengednem, és a régiek közül meg el kell engednem. Igen. Párat, hogy ne ragadjak le. Ez így érdekes, de abszolút jellemző, tehát hogy szerintem azért is vagyunk itt, mert ez az alázat, mint közös pont, ez megvan, és nem tudom, milyen véleményem vagy, engem alapvetően eredménytől, bármitől függetlenül tényleg őszintén ki tudom jelenteni, hogy engem te motiválsz, nagyon, mert látom azt a mentalitást, azt a tüzet benned, amiből senki nem tud egyszerűen kirángatni. Hogy tudom, hogy milyen a nélkülözés, tudom azt, hogy milyen, hogyha nincs például bérletre pénzed, meg éppen kis kiflit tudsz enni egész nap, és nincs más étel az asztalon. Tehát, hogy be tudom azért határolni ezeket a dolgokat, ezekbe sem tudtam elszállni soha, uh-huh. hogy ezt hogyan csináljam tovább, hogyan építsem tovább az életemet. De például az is egy olyan régi dolog, hogy én elkezdtem edzeni, 17 éve, és elkezdtem csinálni, hogy tök lelkesen, első bementem a terembe, csináltam, mindent edzettem, mindennel, azt tudtam, mit kell csinálni, de csináltam, és tudod, egy-két év múlva elkezdett látszódni rajtam, hogy erősödök, de hát én nekem nem voltak céljaim, nekem az volt a lényeg, hogy valami olyan erős dologba kapaszkodjak az életembe, hogy az örök legyen, tudod, hogy ne legyen más, csak ez, hanem igen. Ezt meg tudjam fogni, és hogyha bármi bajom van, akkor oda megyek a terembe, és leedzek, és onnantól nekem tök jó életem. Tehát ezt te is érzed, hogyha egy edzés után megvagy, teljesen más a gondolkodásod, teljesen tiszta gondolkodásod van, máshogy látsz minden, tök jó minden. Na ugye ezt csináltam én is, csak ugye nekem minden edzésem arról szólt, hogy az vidított fel, az attól lettem boldog, és ha éppen el tudtam menni edzeni, mert volt mondom olyan, hogy nem tudtam bejönni, ugye a buszra nem volt jegyem, pénzem, tehát ez volt, tehát ott tényleg egy szegénységi rész volt, de hát abban is ki kellett lábolni, de ott is megmondták nekem egy-két év után, hogy ahogy erősödtem meg minden, hogy hát Gabi, ennek semmi értem, hogy csinálod, úgyse lesz belőle semmi. Tehát én ezt kaptam az edzőterembe, abba. És így ez még jobban motivált, hogy dehogy nem, biztos, hogy lesz belőle valami, mert nem hiába az van az, hogy két év után már 100-120 kilókat nyomogatok, és valami jelentősége van, hogy több a tárcsán a súly, és most nem úgy mondom, hogy most egóm erősödött, hanem azt mondtam, hogy ha valamit csinálok és építem fel, mint egy karrierbe, mint egy üzletbe, és folyamatosan jobb vagy, akkor ez valóban el fog érni, és azt mondom, hogy ez valamit jelent. Igen. Én sem tudtam, hogy mit jelent, és sem tudtam, hogy ez az edzés, hogy lejárok edzeni, ez most mit fog jelenteni. Azt fog jelenteni, hogy hú, majd biztos profi leszek, eszemben nem volt. Tehát én versenyzés, meg semmi az égvilágon. Hanem csak azt, hogy csináltam, szeretett. Igen, és csináltam, amit szerettem, csináltam, hittem benne, hogy meg tudom csinálni,
és bíztam abba, hogy amit csinálok, ez valahova jutni fog. Tehát, hogy valamit el fogok ezzel érni. Mm. Nem tudtam, hogy mit, de valamit el fogok érni. Köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm, ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! But it's got them hating things on all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous.